drágos üveim! Mindenkinek pusztantás, aki bejutott, ha nem egyszerű, hát gondold el az a rész ott, meg az, az már mind pótszék. Van olyan színház, amelyik már ebből megélne. Ha ott ülnétek, és nem itt, de hát így. És itt még nézd meg, középen is vannak. Az ütő megállt bennem valamelyik nap. Lenézek, ott van egy üres szék. Jaj. Mi van Pesten? Tifusz? Na ezt elmesélem. Ahogy jössz be a színházba, ott vannak a táblák, hogy ma mi megy, mi a címe, ki írta, ki a szereplő. Azt mondja balta arcú apu, mert az átkapott lógott ki a fejéből. És milyen furcsa, minden ilyen balta arcúnak van az ő párja. Na, balta arcú anyu lesi a száját, mert arany minden szava. Na, van már egy-két Petőfi is. Na, mikor mondja az asszonynak, hogy falu végén kurta, és úgy mondja a neveket. Nem mondja már, mert elfelejtem ezt. Szóval képzeld el, ott állnak, azt mondja apu, anyunak. Te, Hofi meg beteg. Azt mondja az ő felesége. És akkor most ki játsza? Nem, szóval nem egyszerű ez. Én meg elfelejtem, hogy mit kell mondani. Mert ugye abban mocskos rohadt, bolsevista rohadt rendszerben, hát ég és föld, akkor valamit nagy nehezen kitaláltam, hát több mint fél évig nyugodtan mondhattam. Most! Tévéhíradót megnézem, érted? Mire beérek a színházba, már nem aktuális. Hát ilyen. Mindig történik valamit, kapkodja az ember a fejét. Például tudod, a Kunce mit evett? Bodrácska gulyást? Túrossal. Azt is mondják az emberek, hogy rossz a közbiztonság, és Pesten kevés rendőr van az utcán. Na most már négyel több van. Na mondom, mindent elfelejtek. Meg aztán ma még egy plusz druk is van. Nézd meg, az a két szép állvány, az a Magyar Rádió, kabaré. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és a rádió nézőket. Így be kell mondani, mert akkor a kuratórium, tudod, az a nyolcfejű sas, olyan, nem tudom, de sokfejű, akkor nem hiheti azt, hogy ezt a műsort lopták. Na, én mondtam bele a mikrofonba. Kettő van a nyakamban, látod? Ha az egyik netántán áttálna, akkor a másikban mondom, egy a lényeg ezen a pályán. Nem szabad beszélni a levegőbe. Majd még ki fog derülni, hogy a rádióna nincs elég szalag. Volt már olyan. Álljunk meg! Soha többet nem indultam el. De legalább ugye most már modern rádió van. Ha nem anyagilag, hanem úgy egyébként. Régen, amikor még nem volt felvétel, egyenesben ment minden. Próbán, aranydrága Gózon Gyula bácsi azt a szöveget kapta, hogy az angolok partra szálltak. Marha nehéz a szó, a partra szálltak. Na, próba, Gyula bácsi viccelt. Az angolok szaltrapáltak. Gyula bácsi, ilyen nehet. Ne, figyeld meg, eltéveszed az adásban, és akkor... De gyere meg, én hülye!
másik próba, az angolok, szaltrapát, Na, élő adás. Tudom. Az angolok partra szaltrapáltak. Az élő adásnál borzasztó. Az egyik kollega, kicsit elkapkodtam. Kollega. Szóval ő is színháznál dolgozik. Azt ismered, azt mondta egy művésznő, annak idején Csortos Gyulának, hogy kollega úr! Mire a Csortos? Kolléga, mióta vagyok én kurva? Szóval, drágáim, azért mondom, hogy egyszerűen ilyen az agyam. Meg aztán most már papírom is van, hogy puró vagyok. Öreg, azt jelenti, öreg, igen. Göncz Árpi bácsitól kaptam egy keresztet. A többit jövő hétre ígéri a labor. Az is szép volt. Képzeld el, Nándorfehérvári csata, illetve terem, az átülő rendezvény, minden szépen, és megjelentem a kis érettségiző kabátomba. Ez nem azért mondtam, hogy én érettségiztem, mert az... Jó nézünk, hogy csak a kabátról lehet észrevenni, mi? Na, ezt elmesélem. A választás végén az egyik nagy politikus, már nem ismerni, de az a nagy politikus, azt mondta, tévé, nyilvános, egyenes adás. De nagyon európai hangon azt mondta, hogy minket legyőztek, gratulálunk az ellenfeleinknek. Erre a másik, na, minket nem győztek le, csak kevesebb szavazatot kaptunk. Ötlet. Ha egy drága anyámnak elmondhattam volna, hogy anyucikám, én az érettségén nem buktam meg, hanem csak az ötöshöz hiányzott még 4 jegy. Ha csodák vannak, szóval csodák. Na mondok tovább, megjelentem az érettségiző kabátba, ott honnan tudni, hogy érettségiző, mert itt a fazonon, itt gombluk van. A régi. A mai mostani, hát azon van, szép vállalkozó kabátok vannak. Ez egy lila kabát, fekete nadrág, fehér zokni, makkos cipő. És ez a... Vedd be, add ki, tedd be, edd meg, vedd el. Hát nem ilyen. Na, és képzeld el, hogy jön Árpi bácsi, na most a kitüntetés, egy ilyen kis pirinyócska, van rajta egy tű, és azt át kell szúrni a szöveten, és a szövet az itt szorítsa. A tűt, így szorítsa a tűt, és csak a másik oldalról rája lehet tenni egy kis csipet. Na, majd oda megyek én, eleve érettségiző kabátba, Árpi bácsi jön, és a tűt beleszúrta a gomblukba. Kész. A helyzetet képzeld el, hogy ott az elnök úr, itt meg itt vagyok én, az udvarias, meg a félvak. Hát akkor mit lehet ilyenkor tenni? Keressük a... De olyan színű, mint a szőnyeg. Ez a rohadt vörös csillag legalább kiabál. És ott így beszélgetünk. Árpi bácsi valahogy... Ne. Sehol. Gondoltam, hogyha rajtam múlik, nem tüntetnek ki.
Na meg a másik, képzeld el. Hosszabb kihagyásom is volt. Bekerültem a szemészeti klinikára, Szegedre. Az egész hajcihő az injekcióval kezdődik, jön a szuri. És az a legrosszabb, hogy közben nézni kell a tűhegyét. Megteszed a fejedet a falnak, hogy ne tud elkapni, és így nyomod hátrafele, hogy már ki van dudorodva a fal. Ja. Nem lehetne ide hátulról, hogy farba rendesen, szokásra. Dehogy nem, dehogy. Csak az már nem a szemészet, hanem a durológia. És akkor gondold el, hogy jön az érzéstelenítés, itt van, itt az orr közelében az a rész, hogy műtét közben ne könnyezzél, kicsit odébb, hogy ne pislogjál, itt oldalt, hogy ne szard össze magad, itt föl, hogy utána már pisloghatsz. Kitanultam az összes szakmát már, kardiológiából már doktoráltam. Most a szemészet volt, és azt hiszem jövőre az urológiát. Már van egy kiemelt téma, a grósztata. Nem az... Miért mondom, mindent tudok. Például a kardiológiából, ne elmesélem. Összehaverkodtunk az orvosokkal, azt mondja, hogy Gézukám, figyeld meg, á! Rendbe hozunk, Gézukám! Az összes régi szeretőd visszajön. Nyugi. Új, egy se. Jaj, régen. Azt tudod, hogy hogy kell újjal szeretkezni? Ne tudja meg a régi. Neked minden új, mi? Na, szóval, vagy a másiket is elmondom. Amelyiket kell, az használja föl. Csak Jézukám, ha kölcsön kapsz egy lakást egy haverodtól, akkor nem olyan csajt kell fölvinni, amelyiknek szép segge van, meg szép melle, meg nagyon jó az ágyban. Ne? Á, csacsizsár. Hanem olyan csajt kell fölvinni, hogy a szeretkezés közben ne talántán lefordulsz az ágyról, akkor el tudjon húzni a kocsiig. Na? Én azt mondom, hogy különben jó sajtód lesz. De és még egy fontos. Ha a lépcsőn húz le, nem itt megfogni itt hónajba. Nem. Hogy jön le a fejed, a bokádnál kell húzni. Mert hogy a fejed megy le a lépcsőn, hogy paty, 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 az még szokott segíteni. Na és képzeld, kész a műtét, oktatás következik, nővérek, főnővérek, orvosok, mindenki. Nem lehajolni, nem emelni, nem hételen fordulni, ülve aludnyálva feküdni. Kész. Hát ennél egyszerűbb nem is kell. És 90 éves bácsika, tanyavilágból, mert ugye Szeged környéke, tanyavilág, hát onnan jönnek be a kuncsaftok legtöbben. Ez a bácsi nem hagyta el a tanyát 90 éven keresztül. Most el kellett, kész. Megműtik. Nem lehajolni, nem emelni, nem fordulni, állva feküdni. Nővérke, tessék, pisálnom kell. Ott a kacsa. A lelki világát képzeld el. 90 éve nem hagyta el a tanyát, de pisálni kell, ott a kacsa. Én megértem. Láttam a kacsát, hát te. Egy darab toll nem volt rajta. Oh. És olyan hülye, agresszív a csőre van. Hát miért? Neked lenne hozzá bizalmad? Mai világban ne csináld már. Ott a kacsa. Na most... Elvileg itt a célállomás. Itt pedig a röppája.
Megint csak elvileg. Nem lehajolni. A legundorítóbb pisálni emlékezetből. Hát olyan volt. Ott a kacsa. Hát a nővérkeim, pisálni akarok, nem tömni. Na, ezt elmesélem. Képzeld el, házi buli, rengeteg vendég van, az illetőnek meg... Jó, van kellett volna. Hát akkor kiment az erkélyre, hogy... Ó, mennyi tetőtérbe építték. Jön vissza. Mi van? Esik az eső? Á, fúj a szél. Szóval képzeld el. Közben az operált betegek szépen kezdenek gyógyulni, és elkezdődik a kirándulás a folyosón. Az a betegek neve, hogy úttörő vasutasok, mert hogy csoszognak a papucsba, de... De én beszélgetnek közben, gondolod, hogy örülök, hogy találkoztunk. Én meg örülök, hogy kikerültük egymást. Én találtam egy ilyen színházrajongót, azt mondja, ám művész úr, elég láttam, régen én is. Szóval csodák vannak, te csodák vannak. És közben mindenről beszélek, látod? És a szöveg még mindig nem jut eszembe, hogy mit akarok mondani. Te. Hát itt vannak az I for erők. Ezt a boldogságot, gyerekek. Szóval ez valahogy, hát hiába. Nem is lehetne szebbet elképzelni. Úgy örülnek a különböző képviselők, ellenzéki is, meg a másik is annyira örülni tudnak. Olyan is van, amelyik a mocskos rohadt szemét bolsevista időben nem élt itt, tudod? 60 évesen most született ide. És közben üldözték a mocskos rohadt kommunisták. Az egyiket annyira üldözték, ment átjáróházon ki, átjáróházba be, mentek utána, és utolsó pillanatban tudott bemenni a vezér igazgatói irodába, lik-luk-lik, jaj, így maradt meg nekünk, igen. Azért ez nem akármi, mi? És még véleménye van, jaj. Ezekhez képest a ház nélküli csiga az egy gerinc oszlop. Itt vannak az álljfor előtt, az a Tavaris Kányerc. Végre elmentek, erre most, na, jó van, itt az új segg. Szuper, wow! Te, a magyar ember ilyen, nem találja a helyét, ha nem szaros a szája. Hát ez valami borzasztó. Taszár környékén, kis községen mentem keresztül, még abban a telelökött rohadt mocskos bolsevista világon, és valami ünnepély volt. Emelvi elnökség tele volt Ruszkival, nagy tábornokok, Zdroszte tutye! Zdroszti tutye, ő van. A bátyámnak az apja. Ő húzta be a bátyámot a határon. Acskóba. Ja, instanc bátyám van. Na, elmentek, új világ, ugyanott, új ünnepség, a tele Amerikával. Hová? Ez a rágó, meg a McDo, Big Snacks, Bex, Dex, Dan, Dan. Az a darált patkány, tudod, oda? Belgiumban, Franciaországban adót kell fizetni,
hogyha a hazai konyha ellen ilyeneket esznek. Hát ugye mi nem tartunk ott. Most kezdünk nyalni újat, ez még ki kell élni. Azt mondja Mariska néni az új csoportból egyiknek, hogy ilyen furcsa színű. Azt mondja, majom! Isten magával már Mariska néni! Mondja neki a polgármester. Mi maga? Fajgyűlölő? Hogy lehet ilyet mondani egy néger úrnak? Majom, kérjem a tőle elnézést! Jó, jó, hát akkor bocsánatot kér. Elnézést, bocsánatot kérek. Oké, okay. All right. Ah. Beszél. Szóval csodák vannak te is. Tényleg azért ezek a mocskos rohadt oroszok elmentek, és ezek a mocskos amerikaiak idejöttek azért égésföldre. Égés. Amikor azok a rohadt ruszkik belengedték a taszári embernek a kutyába a gázolajat, tudod, milyen fertőző volt? Most már fel. Amerikai gázolaj. Úgy szép. Hát főztél már vele? Égésföld. Koleszterin, semmi, nyugodt. Hát persze, így kell lesz te. Hát így. Vagy például a házakon repedések voltak a muszka rohadt tankoktól, meg a nagy autóitól. Most már a házakon nincs repedés. Különbejárat van, érted? Egy házból ikerhál, hát azért fejlődünk te. Meg azt mondja, voltunk a táborban, szépen laknak, no, megmondom úgy, hogy szépen. Jó, fütető a vécéjük. És? Szar hidegen jön. A ruszki vécé, az emlékszel, az igen. Volt két karó, érted? Az egyikbe kapaszkodni kellett, a másikban meg a farkasokat hesegetni. Ez igen. Szóval azért van itt fejlődés, persze. Tudod, mi a lényeg a rendszerváltásnak? Abban mocskos rohadt rendszerben az volt, hogy szagyítjesz. Most meg az van, hogy állj for. Égésföld, égésföld. Jaj. Hát ezt elmesélem. A mi Gyulánk, képzeld el, jó, a kis herceg, hát tengerparton töltötte a szabadságát, illetve egy napot. Hát az építkezés, meg minden. A homok dünnén valami palackot talált, megdörzsölte, jött ki a szellem. Mit kívánsz, kis gazdám? Kis gazda a kurva anyád. Szóval ez van. Csak jutna eszembe, hogy mit akarok mondani még azt. Ja, megvan. A választás előtt, vagy az elején kiadták az etikai kódexet. A finom urak, mert most már te, most már fú, nem tudom, észrevetted, de nincsen rohadt mocskos proli, meg szarmellós, meg ilyesmi. Hó, hercegek, meg vitézek, meg lovagok, meg lovaginák, meg például. Hát a tévé is az övé. A reklámot nézem, az a csirip-csirip. A szármas betét, hát ilyen. Nyugodj meg, az a hercegek ilyen, meg a grófoké. Mindegyikben kék vér folyik. Ki érti ez, mi? Szóval van itt gond. Te,
Mi parlamentünkben olyan kétségbeesés folyik, hogy mert fogy a nemzet, meg a magyar nyelvet, azt nem ő... Hát nem mi vagyunk a hibásak, ne csináld már. Hát menj el vásárolni, csak szótárról tudsz vásárolni. Amerre a szemmel lát, semmi, nincs ki írva, hogy bolt, meg üzlet. Ki van írva, hogy shop. Oda mehet shopni. Meg pingolni, hát ez... És akkor a magyar, te ne féltsed. És jönnek haza a nagy magyarok, hát ilyet, azt mondja az egyik, wow! Tessék mondani, hogyan mondani magyar asztat? Az asztat meg se kellett volna tanulnod. Magyarul viszont igen. Te nagy magyar, ő a magyar-magyar. Repülőgépen kapja a reggelit a stewardess-től. Oh, what is this kerek? Zsömlete, barom. Ez is megtörtént, anyanyelvi konferencia. Azt mondják az előadónak. Oh, tessék mondani. Oh, well, hogyan kell leírni? Törülköző vagy türülköző? Na, eddig mennyi van leírva? TH! Hát szóval van gondunk. Na, magyarok cselekedetei. Megint igaz. Lehet jelentkezni 56-os harcosnak. Nos. Hát amikor lőttek, akkor nehéz volt. Nos. És jelentkeztek. Innen a magyarok cselekedetek. Több százan állítólag jelentkeztek, hogy ők akkor ott voltak. Mert kaptak volna egy ilyen kis makettet. Tudom, hogy nem az, de a televízión nevelkedtem. Egy nagy egyéniség azt mondta, hogy ez egy makett. Sőt, plakett, csak nekem azt mondta, hogy makett. Nekem nincs annyi iskolám, úgyhogy plakett-makett. És akkor ez egy új jelenség, te a kereskedelmi televíziózás korában, hogy aki minden betűt kimond, ki tud mondani, az nem kerülhet be. Hát ilyen sistergés, makogás, is vagy, tele sportban is. Amikor ismerteti a Bundesliga-Liga-Liga-Liga, Stalken 04, Leiverkausen, Bayern nincs. Képzeld el! Így abban a kommunista világban ilyen azt mondták, hogy ez vajon kinek a szeretője. Na ez annyival tisztább világ, föl sem merül. Na szóval jelentkeztek, az illető ment be a központba, hogy te! Miért pont én? Ama nem úgy, hanem rakja. Mit? Nem. De hogy jó. Nem ismersz meg? Én-e? Engem-e? Aha. Nem. Hát együtt harcoltunk. Együtt lőttük a pártházat. Mikor? Melyiket? Amikor melyiket? Magyarán az így jelentkezik, amikor a spanyol polgárháború volt. Mente ki partizánnak, de aki nem ment ki, hanem itthon lapult, utána azt mondta, na, te partizán vagy. Még nem, de már intézik. Jaj. Magyarok cselekedete, vagy a másik.
hogyan lehet fokozni a mocskot? Parányi, tenyérnyi, zemplényi. Nagy ember, nagy ember. Nagy. Az a hozta a honvágy, meg a kunce. Ja Isten, a honvágy hozta. Ezért úgy utálom a pénzt. Annak nincs honvágya. Ki rohad azóta is. A szabad világot választotta az a rohadt pénzt. Hát máshol ilyet nem lehetne megcsinálni. Itt meg itt tessék. Úszó szövetség, amikor mindenki lemondott, aztán másnap visszaválasztották egymást, tudod? Amikor a jegyzőkönyvet írták. Csórikám, hát nem kell jegyzőkönyvet írni. A darnyi meg az egérke, meg a többi világnagyság, ez tud úszni. Te meg még jegyzőkönyvet se tudsz csinálni. Kedvedes, azt mondja, nem volt verseny, nem volt startkő, nem indult senki, nem győzött senki, vissza volt. Nemrég eladta a halászlének állítólag. És a vezetés meg megette. És te, így mentek ki az olimpiára. Hát ha már ennyire itt tartunk, engem miért nem vittek ki az olimpiára? Ez a ne neves, jó? Csak ez nem vicc, csak ez nem. Tessék, na, mennyit húzom százon? 5 méter. A magyarok cselekedetei, csodák ezek. A mi polgármesterünk, a Dem Sky, oly annyira megható volt, lakosságnak akartak karácsonyra ajándékot adni. De ezek a hülye magyarok egyszerűen nem tudták értékelni. Nagy bizottság meg megszavazta, hogy de jó, kapunk ajándékot. Az ajándék az volt, hogy be akarták csomagolni a Lánchidat. Nem találok szalonnát. Jaj, képzeld, becsomagolták volna a Lánchidat. Amerikai úl, jaj, de szép lett volna, olyan ezüst papírban, mint a cukrozott takony. Jaj, ezt nem engedték meg, gyerekek. Jaj, nincs nekünk szerencsénk. Becsomagolni a Lánchidat. Hát csomagolták volna be a Lágymányosi hidat, és vitték volna el a francba, oda, hogy valami. Becsomagolva, spárgával átkötve. Na, meg a másik nagy találmány, amit hát bámulok, a járda itt az Andrássy meg környéken, tele van verve cölöppel. Nagy ötlet, te fás! Hát gondold el, bele van verve a cölöp. Hogy verje bele a cölöpöt oda, hogy az autó ne álljon fel. Hát óriási. A kutyámat vittem, tehát csórikám. Így mentünk, nézd meg így. Oszd be, szívem, oszd be! Hát ne tégy! Elértünk a csalókig, puder jött belőle már. Mint a pöffetek gomba, a buddha. És én azt hittem, én marha, hogy amikor az Andrássy út elkészül, az is rendesen tele lesz verve cölöppel. Hát nem. A sok hülye autós, ott nyugodtan kóricál. Jaj! A taxis mit mond, amikor egy kínait lát? Ezen a sárgán még átmegyek. Boldogság! Jaj, te nem! Persze, te egészséges, tisztességes, jóra való, persze. Te kis bió, te! Így fogsz örökké élni, persze. Vannak zöld haverjaid is, mi? Te ez az örökös, egészséges életmód, ez nagyon annyira elterjedt, például jönnek, hogy
kerékpár út, kerékpár út kell, az az egészséges, a kerékpár út. Na, rendben van, az ember ilyen egészségesen. Tehát, kerékpár út épült a Bartók Béla úton, a Mártírok útján, ahol 40 millió autó fossa a kipufogó gázt, érted? Na most, orvos haver mondta, ha arra simán, normálisan sétálsz, hogy kicsi levegőt, kicsi levegőt, akkor soha nem dög lesz meg. Na de, ha kerékpárral, akkor ötször annyi új autókat kell hozni, mert elfogy addigra a kipufogó gázért. És ilyen bukós is csak van a fején, hogy a pofájára tenné inkább, mert akkor, de nem, fejét védi. És amelyiknek mondjuk van fattya, ugye, mert a família egyszerre rohadjon meg, az viszi magával ilyen Montembike kerékpáron, és na most, amit apu beszív ilyen magasan, azt a kis köllök ugye ilyen lent, még keveri ólommal, meg ugye ilyen... De egészségesen éljünk, na! Meg rögök a futóversenyeken is, hogy de ki van találva, te! Elindul a csomó luttalpas, érted? Ez még rendben lenne, de senki nem szól nekik, hogy menjenek már ki a zöldbe. A füvön, meg a földön, ott nem, András Júd, hősök tere, mire centenárium, kérlek, addigra már össze is esek, addigra. Erőt eszembe. Bejelentés. Újra indul Fanándor. Most már gyalog. Magyarok cselekedetei. Jaj. Na, másik. Azt mondja egy illető, televízió, idézem. De kiírták a hasára, hogy ő a polgármester. Gyerekek, ez így van. Mert hogyha abban a megyében rajta kívül más nem lakik, akkor azt mondom, hogy a nagyszámok törvénye így hozta ki, ugye? De ott a képernyő mögötte ott leger két ló, meg egy tehén, hát akkor már azok jönnek először. Hát ilyet. Ez is megtörtént. Pest mellett valahol egy kis helyen, nem mondom a nevét, önkormányzati valami összejövetel volt, azt mondja a polgármester. Emberek, ott van, hogy nem van, se nem van, nincs pénzünk se, mert nem van. Meg az is nem van, hogy nincs, és nem csak, hogy nem van pénz, mert az nem van, hanem még pénzeszköz se nincs. És emberek, az is igaz, hogy teljesen benne vagyunk a statisztikában. A lófaszta, slamasztikában vagyunk benne, emberek. Na most, ki kell menni ebből a slamasztikából, ki kell menni? Akinek tipje van, az a tipkit mondja el, hogy hogyan lehetne kitippölni ebből a Bentley-ből, és akkor akinek tipje van, azt összetesszük, és akkor sok tip kibül, akkor összegyűlne nagy tip, ja, és akkor kimegyünk a glomasztikából. Na emberek, ez a kérésem, tessék szóljanak hozzá, akinek tipje van. Tessék Mariska néni. Azt akarom kérni, úgyis mint alapító tag, hogy énekeljük el a himnuszt. Eddig nem ült itt? Nem hallottam, mit kérdeztem? Akinek tipje van, amúgy, amíg nincs eredmény, addig nem lehet himnuszolni. Amikor majd elérünk, akkor valamit, akkor majd lesz himnusz. Tessék, Béla bátyám! Mi van? Mi az
hetediket még nem várta meg otthon. Te nem most jött? Beszartam. Egy jó tipp. A tipp 60 vagy, mert is kell. Mi van? Van tipped? Oh. Hát tessék vele, bajja, mondjam ma. Hát csak azt akarom kérni, úgyis, mint alapítótok, hogy azért csak énekeljük el a hímnőt. Nem értették, hogy én mit ugatom? Tessék, hát csak úgy kutyafuttával. Azt szeretném kérni, nem mint alapítótok, hogy mondjuk már meg, de őszintén, hogy egyszerre hány alapító tagnak kell kérni, hogy végre csak elénekeljük a hímnőt. Emberi, lemondok, vagy fölmondok, vagy nem tudom, de nem lehet így csinálni. Tessék, hát kedves tanácselnök úr, illetve, na, elcsévesztettem, polgármester, elvtárs. Hát megértem én, na, jó van, na, szóval, nincs eredményünk, addig nem lehet, ugye, himnusz, na, jó, segítsen már nekünk. Tud valami másik nótát? Magyarok cselekedettei, szóval. Jaj. Szóval állambogaraim, van itt gond, van itt. Egyik tévéadó. Bemutatom a műsorvezetőt, nagy agy, te agy. Idézem szó szerint. Ne! Mondom, azt hiszem háttal ülök, mert... És szép sapkája volt, tudod? A napellenző ide volt téve hátra, nyakára, retek ellen, tudod? Mind a hülye, így néztem, hogy nem is értem. Nincs még véged, de ki van a telefonban? Jó van, ne idegeskedj, hát senki. Nem, hát ma egy membrán vagy kettő vagyunk. De egyébként, és akkor vetélkedő, hogy hívnak? Zsuzsa vagyok. Tudsz büfögni? Nem az volt, Kapsz egy kitűzött meg egy doknit. És hát orvaszájba órákon keresztül. De jó, ez már Európa. Nagy játék, csúcsjáték, külön díjért. Mikor élveztél először? Válasz. Először. Harmadszor. Televízió. Nem kéne. Ja, vagy a másik. Edusó Szilárd. Az mondja nekem, az eső. Eleletretmetret, teret-teret-tette. Csipi-csöpi-csöpö, úgy immel-immel-ámmal, ámmal-ámmal minden. Mondd már meg, milyen idő lesz. Hát jó. És akkor azt mondja nekem, ez a televízió, figyeld, ott összeomlottam. Mert élvezni csak Marézivel lehet. Ké. A felismerést gondol, de hogy elkótyavetyéltem az életemet, tehát... Hát ilyen... Na, mert nem mondom, hát egy pár dolgot kipróbáltam én is. Na, de ez a hülye Marézi szóba nem jött. Miért? Na, vagy a másik, hát ilyen... Mit csinál az egér magömlés előtt? Kilágja a zsákot. Hát gondoltad volna. Jó. Na, ezt elmesélem, várjál. Ne neves, mert nem tudom elmondani akkor. Szóval, drágaim, azt mondta mi Gyulánk, hogy jövőre már nem fogunk tovább
süllyedni. Mi? Őszinte dolog. December végéig még annyit süllyedünk, hogy jövőre már nem lesz hova, tudod? Állítólag 97-ben már 97 se lesz. Franz tudja. Emelkedni fogunk. Remélem kender nélkül. Na, kérdezem. Azt mondja. AVRTPV CDBHIJKLM. Reggel az újságot fölütöd, na, ma kilopott. Tudod, mi a korrupció? Amiből kihagynak. És ami Gyulánk ugye bizalommal volt, azt akkor nőtt az összeg, és akkor aztán még mindig bizalommal volt, aztán akkor már még mindig nőtt az összeg. És akkor bepipult a mi Gyulánk, és így futy, a vezérkart kirúgta. Hát, ez is intézkedés, de hát nem tudja, hogy ez a legjobb. Van egy példabeszéd erre. Jézus fent van a keresztfán, és a sebéből folyik a vér, és a sebben különböző bogarak, meg legyek ott. A katona, aki ott áll őrséget, megsajnálja Jézust, és a dárdájával elhesegeti a legyeket meg a bogarakat. Azt mondja neki Jézus, hagyjad, fiam, csak éhesebbek jönnek.